Amit viszonzunk román testvéreinknek, barátainknak, hívőknek és nem hívőknek, életvédőknek, és felkérem most Johann Kisarau püspökatya után Csókai András idegsebész urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Köszönjük, hogy eljött, várjuk az általa nekünk ajándékozandó gondolatokat. Isten éltesse Csókai Andrást is, az életvédő orvosok képviselőjét. Köszönöm szépen, és örömmel jelenthetjük, hogy lengyel barátainknak tudtunk egy tolmácsot is biztosítani. Bardzo cieszę się, że udało się zdobyć tłumacza naszym polskim przyjacielom, takim by ja jestem. Személyes élmény érintettségről szeretnék beszélni. Chciałbym powiedzieć o własnym doświadczeniu. Nagybátyámat, aki jezsuita pap, egyszer megkérdeztem, hogy mit gyónnak a nagyon idős emberek. Mojego wujka jezuitę starszego zapytałem się, z czego spowiadają się zazwyczaj starsi ludzie. Azt mondták, hogy a nagyon idős hölgyek ismételten és ismételten az abból a fiatal korukba átélt abortuszokat gyónják. I mówił, że właśnie starsze panie są te, które powtórnie powtarzają i spowiadają się wielokrotnie właśnie z wykonanej skrobanki. Ezt nagyon megértettem, mert ez nekem is nagy gondot okozott. I to zupełnie zrozumiałem, ponieważ mnie to też sprawiało olbrzymi problem, a pan jest lekarzem. 13 éve tértem vissza Jóistenhöz, a gyerekkor hitéhöz. 13 lat, jak powróciłem z powrotem do wiary. Sajnos előtte orvosként adtam tanácsot abortuszra. Niestety przedtem jako lekarz wykonywałem skrobanki. Mivel bűnös életet éltem, könnyen lehet, hogy ez a saját gyermekem is volt. Ponieważ żyłem życie grzeszne, więc możliwe, że było to, jak gdybym własne dzieci zabijał. Megtapasztaltam azt, hogy a bűn mennyire visszafogja mindenbe az embert. I doświadczyłem to, że jak grzech hamuje człowieka w tak bardzo wielu rzeczach. És azt is megtapasztaltam, hogy ettől a bűntől csak az Úr Jézus Krisztus tud megszabadítani. I to również doświadczyłem, że od tego grzechu tylko Pan Bóg może nas przebaczyć. Ha őszintén megbánom és bocsánatot kérek. Jeżeli z pełnym przekonaniem to wyspowiadam się, będę żałował i wtedy może pozbędę się tego grzechu. És természetesen megpróbálom jóvá tenni. I oczywiście zrobię jakieś zadośćuczynienie. Nagyon csodálkozunk, hogy miért áll Európa, miért áll adott esetben Magyarország, hogy a világ ilyen rossz helyzetben, miért kapálódzunk a gazdasági válságban. Zastanawiamy się wszyscy, że czemu w tak złej gospodarczej sytuacji i w ogóle w moralnej sytuacji jest w tej chwili Europa. És ennek kapcsán a saját élményemet kivetítve erre látom, hogy mennyire visszafog a bűn akkor is, hogyha nem tudunk róla. I widzę po własnej doświadczeniach, że jak ten grzech nas hamuje w tym, żebyśmy mogli rozwijać się. Amíg évi 42 millió abortus van a világon. Jeżeli na świecie jest 42 miliony skrobanek. És napi 150 Magyarországon. Z tego dziennie 150 na Węgrzech. Egyszerűen hiába akarjuk, nem tud rajtunk a Jóisten segíteni. I na próżno byśmy bardzo chcieli dobrego rozwoju, Pan Bóg tak nie może nam pomóc. Tehát mi nekünk az a feladatunk, hogy próbáljuk meggyőzni, elfogadtatni a két bajba jutott embertársainkkal, hogy ez nem út, ez sehova nem vezet. És a naszym zadaniem jest spróbować wytłumaczyć ludziom, naszym bliźnim, że ta droga nie prowadzi do niczego dobrego. És akkor előre fog jutni az országunk, előre fog jutni Európa, és előre fog jutni a világ. Im więcej ludzi to zrozumie, tym będzie lepszy rozwój Európy, rozwój świata.
Jelenleg ez a világ legnagyobb bűne. I w tej chwili to jest największy grzech tego świata. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Csókai András doktor úrnak, idegsebésznek a felszólalását, tanúságtételét. Felkérem Ferenc Péter urat, aki végzettsége szerint szülésznőgyógyász, és aki a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának elnöke, tartsa meg ünnepi beszédét. Köszönöm a lehetőséget. Minden szülészorvos tudja, hogy a hölgyek két dologért képesek bármilyen áldozatra az élet során. Az egyik az az, hogy legyen gyermekük, a másik pedig az, hogy ne legyen gyermekük. A Keresztény Orvos Társaságnak sokféle szolgálata mellett van egy missziós szolgálata is, nevezetesen ez arról szól, hogy legyünk só és világosság az egészségügyben, orvosok és egészségügyi dolgozók, hogy hirdessük az evangéliumot, és úgy hirdessük az evangéliumot az egészségügyben, hogy az ne legyen megbotránkoztató, hogy megtérésre jussanak az emberek, hiszen ki kell használnunk azt a lehetőséget, hogy egy orvos, egy egészségügyi dolgozó, egy nővér a munkája során emberekkel találkozik, sok emberrel találkozik. Ennek a szolgálatnak nem csak Magyarországon van aktivitása, hanem külföldön is. A testvéreink, orvos testvéreink járják az egész világot. Nem régen Kenyából jött haza egy testvérünk egy ilyen szolgálatról, és elmesélte azt, hogy Kenyában naponta 500 megszületett gyermeket dobnak ki a szemétdombra, és ott végzik ezek a megszületett gyermekek. Kenyában tilos az abortusz. Nem lehet abortuszt csinálni. Az asszonyok megszülik a gyermekeket, és így dobják ki a szemétdombra, és ott pusztulnak el. Kenya 30 milliós ország, Magyarország 10 milliós ország, és Magyarországon naponta 170 abortusz történik. Sajnos jobban állunk idézőjelbe téve, mint Kenya. Az is látszik, hogy ebből nyilvánvalóan, hiszen ezért is vagyunk itt, hogy ez egy tarthatatlan állapot, és ezen változtatnunk kell. De ebből a példából talán az is látszik, hogy a tiltás önmagában nem megoldás. Jézus Krisztus a földi szolgálatának a végén, a mennybe menetele előtt parancsot adott a tanítványainak. És ez a parancs, ez nekünk is szólt. Olvasható ez a parancs az evangéliumokban, Máté evangéliumának a 28. részében, Márk evangélium 16. részében jelenlévők biztos jól tudják, jól ismerik ezt. Menjetek és tegyetek tanítvánnyá mindenkit, aki megtér és bemerítkezik, megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. És ez a parancs, ez ránk is vonatkozik. Minden Krisztus követőnek, minden Isten hívőnek ez feladata. Feladatunk az, hogy szembenézzünk saját magunkkal, hogy tudjunk megváltozni, megtérni, és feladatunk az, hogy hirdessük az örömhírt, a jó hírt. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy a saját fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, az el ne vessze, hanem örök élete legyen. Isten a szeretet, és kötelességünk hirdetni az evangéliumot. És bátorsággal kell hirdetnünk az evangéliumot a saját helyünkön, ott, ahol vagyunk, ott, ahol dolgozunk. Mert aki megtér, és megváltoztatja a gondolkodás módját, és akinek a szívébe a názáreti Jézus, a feltámadt Isten beköltözik a Szentlélek, a Szent Szellem által, az nem fog abortuszt csinálni. Bíztatom magamat is, és bíztatom a testvéreimet is, hogy ezekben az utolsó időkben, amikor nagyon közel van az Úrnak a visszajövetele, hirdessük az evangéliumot bátran, és ez hatni fog arra is, hogy ne legyen Magyarországon naponta 170 abortusz. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen! Kérdezem, hogy az egyik különleges vendégünk, Filó Zoltán és Simon Györgyi megérkezette Bács-Kiskun megyéből. Ha igen, akkor kérem, hogy jöjjenek ide a mikrofonot, szeretném őket bemutatni a itt összegyűlteknek. Amíg előre jönnek Zoltán és édesanyja Gyöngyi, felkérem Hegedűsné Kovács Enikő, református lelkész szerdeség asszony, tartsa meg ünnepi beszédét. Isten éltesse őket! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet, minden nemzetből, akik itt vannak közöttünk, külön tisztelet
a lengyel testvéreknek, a román testvéreknek, az osztrák testvéreknek nagy öröm az számomra, hogy itt ezen a mai alkalmon velük együtt vehetek részt. Bizonyára tudják, kedves testvéreim, vagy egy részük tudja, hogy jó magam politikus vagyok, politikus lettem, országgyűlési képviselő. És ilyen minőségemben szeretnék először is egy bűnvallást itt közöttetek megosztani. Sajnos bűnösök vagyunk mi politikusok. Bűnösök vagyunk, mert még mindig nem tettünk meg mindent, ami tőlünk telik, azért, hogy az életet, a magyar életet megvédjük. Hiába, hogy az alaptörvényben megfogalmazásra került az az egy gyönyörű mondat, még mindig aktívan támogatja a magyar állam az abortuszt. A jövő évben is 400 millió forint fog erre a célra menni. Hova lehetne, hova mi minden nemes célra lehetne ezt a 400 millió forintot adni? Gyermekek támogatására, iskolák támogatására, kórházak támogatására, de mi, magyar politikusok, a gyilkosságot támogatjuk. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. De itt állok előttetek, mint magyar édesanyja is. Nekem 3 kislányom van, őket nagy szeretetben nevelünk a férjemmel, de meg kell, hogy valljam nektek, hogy úgy érzem, hogy mint édesanyja se tettem meg, vagy tettünk meg mindent, amit csak meg lehetne tenni. Nem tudjuk nap mint nap elég emberhez eljutatni azt az üzenetet, hogy szeretni kell az életet, szeretni kell ezt a magyar életet, annak ellenére, hogy sok szempontból, sok esetben rendkívül reménytelennek tűnik. Tudjuk, hogy milyen nehézségek várnak ránk a jövő évben is, és szinte emberi erővel elképzelhetetlen, hogy lehet majd fenntartani egy családot, nevelni tisztességben gyerekeket. Ennek ellenére tudjuk, hogy van reményünk. Amikor a kisded megszületett közénk karácsonykor, ő maga volt a remény, pedig milyen kiszolgáltatott volt. Egy jászolban még egy rendes bölcső sem jutott neki, és mégis maga volt a testet öltött remény. És ez a remény az, amit nem tudunk eléggé jól hangsúlyozni, minden emberhez közel vinni, szeretetben, békességben. Ebben kell munkálkodnunk mindannyiunknak, és ebben próbálok én is minél többet tenni, akár hova állít az Isten, akár mint politikus, akár mint papné, akár mint édesanyja, ebben próbálok. És remélem, hogy ebben mindannyian együtt tudunk munkálkodni a jövőben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Áldás békesség minden református testvérünknek is, mindannyiunknak is. Felkérem Jakab Fi László urat, aki az előbb az imént már segített fordításban, most a saját mondandójával ajándékozzon meg bennünket. Ő velem együtt abortusz túlélő, és együtt dolgozunk azon, hogy a nagyváradi fiatalokhoz eljusson az élet igéje, a teremtés, a szaporodás csodálatos igéje, a család tisztelete, a Pro Familia Alapítvány elnökét Nagyváradról, Romániából. Hadd mutassam be önöket, Jakab Fi László urai a mikrofon. Köszönöm.